12 év a korkülönbség közöttük az idősebb olimpiai aranyat nyert a futballválogatottal Tokióban. A most elhunyt fiatalabb támadó volt és olimpiai ezüstérmes Münchenben. Ami örökre összeköti őket, az az oldhatatlan klubhűség a fái utcai piros kékekhez, hisz két év átfedéssel, de tulajdonképpen egymást követő generációban voltak a vasas labdarúgói. Ihász Kálmán idézi most fel a napokban elhunyt Váradi Béla erényeit és pályafutását. Jó reggelt kívánok, Jó leged, szervusz! Kívánok. És kezdjük ott, hogy a pályafutásod utolsó éveiben egyszer csak megjelent egy fiatalember a vasas öltözőjében, ben Ózdról érkezett csókolommal köszönt a nagyoknak. Hát ő volt Váradi Béla, és fel tudod-e idézni az első találkozásokat? Hát ennyi idő után már elég nehéz, de egy nagyon szerény, nagyon visszafogott fiatal srác jött hozzánk a csapatba, és azt gondolom, hogy ilyen, ilyen szerényen, ezzel a tudással, akkor ugyan még nem tudtuk, hogy milyen képességű labdarúgó, ilyen szerényen egy társaságba beilleszkedni, ez, ez nagyon csodálatos dolog volt, és én Komolyan mondom, hogy olyan meghatózottsággal vettem ezt tudomásul, hogy ő már nem lesz ott a Vasas pályán, hiszen az utóbbi időben is minden mérkőzésen kim volt, és úgy érzem, mint egy családtag, úgy ragaszkodott a Vasashoz, és mindig öröm volt vele találkozni, bár az utolsó években már elég nehezen mozgott, nem vállalta be azt, hogy protézist tegyenek be neki a csípőjébe, és ezért bizony egy bottal, de minden esetben, minden mérkőzésre kijött a Fáj utcába. Tehát és a Fáj nagyon... rendszeresen és folyamatosan találkoztatok a mérkőzéseken, igen, mind a mai napig. Igen, minden, azt mondom, az, az elmúlt évvel is, az utolsó mérkőzésig is rendszeresen találkoztunk. És, és igazán élete végéig hű volt a Vasashoz. Mit szólt ő most az utóbbi időben ahhoz, ami a klubnál történt, történik? Soha nem emelte föl a hangját, soha nem volt olyan játékos vagy olyan ember, aki kritizálta volna az ott levő munkát, tehát szerényen és visszafogottan nézte a mérkőzéseket, inkább a régi dolgokról lehetett vele beszélni, a régi emlékekről, hogy ő milyen góltrúgot, vagy milyen meccset, hogy nyert meg, és hát nekem személyesen ugye az, az volt az egyik legnagyobb élményem vele, hogy én lehettem a csapatkapitány azon a mérkőzésen, amikor kupát nyertünk, a Népköztársaság kupát megnyertük, és hát a Béla gólyaival döntött el ezt a kupas, ennek a kupának a sorsát, és akkor is nagyon-nagyon szerényen és visszafogottan ünnepelte saját magát. És megtalálta az, azokat a fiatal srácokat, akik nem az én korosztályom, hanem a fiatalabb játékosokat, aki körülötte, akik körülötte voltak, és, és nagyon jó baráti társaság alakult ki, még utánunk is, a mi generációnk után. Na most, ki fedezte őt fel a vasos számára? Hát én nem tudom pontosan megmondani, de talán a Rózner Győző bácsi volt az, aki mondta, hogy ezt a játékost meg kell szereznünk, és ide kerül hozzánk. Hát mi nem ismertük őt személyesen, de nagyon hamar beilleszkedett a csapatba, és elfogadta őt minden játékos. Ezt akarom kérdezni, akkor hamar Kiderült, vagy megláttátok róla, hogy jó vétel volt, tehát egy nagy tehetség érkezett hozzá. Természetesen ezek a, is. ezek a nagy lövések, ezek hamar érkeztek vele. Hát az mivel. abszolút, az a, az a, az a rüssz, ami neki volt, és az a lövőkészség, az, azt hiszem a mai évvonalban is bőven el kellene, mert akár állított labdából, akár futtából hatalmas erejű tudott küldeni kapura. És azon kívül a játékban is nagyon jó részt vett az, hogy ilyen lövései voltak, az egy adottság, persze, hogy valakinek ilyen lába van és ilyen tehetsége, de felteszem, mint hogyha a mai nap látjuk Krisztián Ronaldot rengeteget gyakorolni, egy Váradi Béla is nagyon szorgalmasan sokat gyakorolta azt, hogy ilyen legyen a lövése, igaz? Ő edzéseken is nagyon szorgalmas volt, és tényleg rengeteg időt fordította arra, hogy a szabadrugásokat és állított labdából is a lövéseket ő gyakorolja. És hát mondom, az adottsága pedig nagyon jó meg volt hozzá. Hihetetlen jó rüsztje volt. Milyen erősségei voltak? Még jó volt a csapatjátékban, irattalatos erejű lövései voltak. Ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag majdnem 400 első osztályú mérkőzésből a félelmetes statisztika minden második meccsen gólt lőtt. Tehát nagyon gólerős volt. De emberileg a gólok mellett mivel lopta ma magát a szurkolók, meg a játékos társak szívébe? A szerénységével, a visszafogottságával. Soha nem ünnepelte magát, soha nem lehetett azt rajta látni, hogy ő úgy ki akar a, a csapatból tűnni, hanem ő mindig a pályán is, és az életben is, a magattartásával, a szerénységével, a visszafogottságával és az őszinteségével vívta ki magának azt a helyet, a vasasba is, és a közönség is azért szerette őt, mert soha nem lehetett látni semmiféle olyan alűrt, amit mondjuk az ember kritizálni tudott volna. Tehát amit ismerünk sportolóknál, futbolistáknál, ismerhettünk régebben, ismerhettünk ma is, pedig aztán ő egy olyan tagja volt a, a vasasnak, olyanná vált, aki akár még meg is engedhette volna magának ezeket a kicsi sztáros alűröket, igaz? Igen, de mondom, ez volt a legjellemzőbb rá, hogy amellett, hogy rugdos tagolókat meccsenként, ő mindig ezt is ott a pályán is szerényen ünnepelte, és utána sem volt soha egy pillanatig sem képű vagy éreztette volna a játékos társaival, hogy ő, hát most ő rúgta a gólt, és akkor ő a király. Na most két év után, amíg közösen játszottatok, utána te visszavonultál, felteszem figyelemmel kísérted ősvasasosként a pályafutását. Van-e valami igazán emlékezetes gólya vagy mérkőzése, ami, ami számodra megmaradt? Hát én, ami a válogatottban is, amit rúgott gólt, aztán az olimpián, ugye, amikor ezüstérmesek lettek, hát akkor is ő rúgta az első gólt, ami emlékezetes volt, csak sajnos ott ezüstérmet nyertünk, és én úgy érzem, hogy annyi gólt rúgott, olyan sokat, és ami a vasos pályán történt, azt, abba, azt, hiszem én is nézőként részt vehettem, és nagyon-nagyon sok élményt nyújtott nekem is, és a volt játékos társaimnak is. És most, mikor elment közülünk, akkor azért Puskás Lajossal, Mészői Kálmánnal. Somogyvári Lacival és még Kis Lacival, játékos társaimmal nagyon-nagyon meghatódottan búcsúztunk el tőle, és úgy érzem, hogy a szurkolók, akik ott voltak ezen az első napi búcsúztatáson, és gyertyákat gyújtottunk, és, és, ott voltunk, úgy érzem, hogy, hogy ebben a tiszteletünket, és a közönség, a, játék, a nézők is a tiszteletüket rótták le ezzel, a szegény szerencsétlen srác mert ilyen fiatalon meghalni, az, az, mondjuk nagyon nagy szomorúság volt az egész vasas tábor számára. De ezek szerint akkor nem csak a gyertyák égtek Váradi Billára emlékezve, hanem ez azt is jelentette, hogy igencsak pislákol az a családi tűzhely is, az a vasas család, amiről egyébként az elnök is sokat szokott beszélni, meg hát, hogyha meg is fogyatkoztak a szurkolók, mégis az ilyen helyzetek ezek azt mutatják, hogy létezik és él és igényli a vasast, a vasas, jó vasas futballt a vasastából. Én úgy érzem még mindig, és egy edzőmeccs volt szombat délelőtt a mezőkövesd ellen, akkor is a szurkolók lerötták a kegyeletüket, és nagyon sokan voltak kint. Hát reményeim szerint egyszer még visszakerülünk az élvonalba. Még az, azt szeretném elmondani, hogy van ez a foci segély alapítvány, aminek az elnöke vagyok. Én nagyon örülök annak, hogy mikor kérelmet nyújtott be a Béla a foci segély alapítványnak, akkor még volt szerencsénk úgymond segíteni a Bélát az utolsó évébe, és tavaly kapta meg ezt a segélyt, és bizony nagyon, nagyon nagy köszönettel hálálta ezt meg, hogy, hogy, és, és olyan igazi barátsággal köszönte meg azt, hogy támogatta őt ez a Foci Segély Alapítvány. Nehéz körülmények között élt? Én úgy érzem, hogy igen. Hát még ahol elhunyt, az a hely is a munkahelye volt. És ezt is olyan szerényen soha nem panaszkodott, soha nem mondta, hogy ő, neki milyen problémái vannak, akár az egészségügyével, akár az anyagi dolgokkal kapcsolatban és ezt is olyan szerényen kezelte, hogy úgy kellett kihúzni belőle, hogy hát most hogy vagy, vagy mi, mi, a, mi a bajod, vagy mi van veled, mindig azt csinál, úgy, úgy emlékezünk rá, én úgy érzem az egész vas, Vasas család, hogy egy igen nagy ikonja volt a Vasasnak. Pedig aztán nem mindig és mindenki figyelt oda rá, voltak konfliktusai, mert annak idején játékos pályafutása végül, végén végül is nem a Vasasból búcsúzott el, ami sokáig rosszul is esett neki. Mi lehetett az oka a mellőzésének? Hát ez mindig az edző kérdése, véleményem szerint, hogy egy-egy játékossal hogy tud szót érteni a pályafutása vége felé, amikor már nem úgy rúgdossa a gólokat, és nem úgy szerepel a csapat sem, ahogy szeretné az edző, és gondolom ennek elsősorban ez volt az oka, hogy az edzővel nem tudott ki. Mindenesetre öt év után aztán visszatért, akkor már a lelátóra, és ezek szerint akkor mind az utolsó pillanatig szenvedésen oszlulkodt mellettetek is veletek együtt a csapatért. Így van, és ezt ő, ő tiszta, tiszta szívből tette, és mondom neki, a Vasas az ugyanúgy családot jelentett, mint ahogy nekem is. Mondjuk most ennek a csapatnak érdemes volna megfogadni a Váradi Béla előtt, Váradi Bélelő emlékének, hogy felkerül, nem? Hát igen, csak nem tudom. Én ezt az egyedzőmérkőzést néztem, és nem tartom még olyan erősnek a vasast, hogy ebbe a szezonba vissza tudjon kerülni jövőre az első osztályba. Azonban az új tulajdonos érkezésével, ti ismeritek az új tulajdonos, régi új tulajdonosról van szó, az elmúlt évek külföldi befektetői után reménytelibnek látod a helyzetet? Feltétlenül, főleg azt, hogy anyagi biztonsága lesz a csapatnak tehát nem lesz olyan probléma, hogy játékosoknak nem fizetnek fizetést, mint ahogy az előző tulajdonosnál ez előfordult, és a mai napig sem rendezte a tartozását a volt alkalmazottaknak sem, és a játékosoknak sem. Aval te egyetértesz, hogy hazai játékosokból álljon a vasas? Abszolút egyetértek. Abszolút egyetértek, és most van az a lehetőség, amikor ugye el kell kezdeni egy új felépülést a Vasasnak, hogy kimondottan vasas játékosok, illetve vasas érzelműek legyenek legalább. Tehát ne az, hogy oda megyek azért játszani, mert engem most megfizetnek, vagy én pénzt kapok, hanem legyen egy kis vasas érzelem is minden játékosba. És talán reményeim szerint az akadémiáról is fel tud kerülni egy-egy játékos az első csapatba, és az rengeteget fog számítani. Mert most is kint, mikor beszélgettünk a Puskás Lajossal is, hogy ezek a régi dolgok, hogy a hasashoz tartozás az azért minden játékosba, akik oda kerültek egy bizonyos idő után egy család, családi tartozásról, tehát úgy, otthon érezték magukat a játékosok. És én úgy érzem, hogy voltunk egyszer az öltözőben annak idején még a csapatnál, és rengeteg külföldi volt, több mint húsz játékos volt ott, és annyi idegen légiós volt, és valahogy nem éreztem, és még az edző sem volt magyar, nem éreztem azt a családi, azt a baráti hangulatot, amit a mi időnkben, hát azt hiszem, hogy mindenki érzett a csapatban. Kálmán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor ezek szerint jóra fordulhatnak a dolgok, Váradi Béla emlékét pedig megőrzitek, köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy megemlékeztünk róla.